Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy elhagyatott idősek otthonában. Igen. Amit le fogunk urbexelni, és aminek van egy hatalmas nagy temploma, kápolnája. Igen. Temploma. Ezt fogjuk megnézni. Kolostort 1913-ban nyitották meg, de funkcióját nem sokáig tölthette be, ugyanis nem sokkal később a nagy háború sebesültjei lepték el az épületet, ideiglenes kórházzá alakítva az ingatlant. A két háború között újra kolostorként működött, de a II. Világháborút követő orosz megszállás után ismét szükségkórházzá vált a felszentelt épület. A szovjet csapatok néhány hónap leforgása alatt lelakták az épületet, de a visszavonulás sem jelentett semmi jót. A katonák távozása után a helyiek ugyanis széthordták a kolostort, csak romot hagyva maguk után. A háború után 1946-ban pedig Bécsről érkezett nővérek kapták meg a romos kolostort, amiből a gyülekezet a helyiek segítségével néhány év alatt új épületet varázsolt, funkcióját pedig gyermekotthonként folytathatta tovább. A helyszínen talált dokumentumok alapján az ingatlan utolsó éveiben idősek otthonaként működhetett a 2000-es évek végéig, azóta üresen áll. Az épület állapota néhány beázást leszámítva egészen jó. Nyitva van néhány ablak, hogy látjátok, hát ki is van néhány dolog rámolva. Aha, itt kell menni. De rohadt hideg van bent, atya úristen. Hallod, rohadt hideg van bent. Na, be vagyunk az épületbe, és most akkor elkezdjük felfedezni az egészet. Mi szólsz hozzá? Szerintem nyomjuk. Na, és akkor itt vannak szobák. Hát igazából ki van takarítva, ahogy látom mindegyik. Nem voltak nagy szobák. Azért tényleg ide kell a lámpa. Meg több fényt? Nem kell, elég lesz talán. Volt fürdő, WC. Aha, itt van pár dokumentum. Ez így ilyen dupla szoba lehetett, látod? Vagy ez... De. Aha. Ezt most nem tudom lefordítani, majd felírom talán. Aha. Első emelet, második emelet, konyha, ez a kert. Grosse, ezt nem tudom, Kleine, hát valami nagy valami, meg valami kis valami. Nincs ebben volna. Felhívnám a második emeletet, mi lenne? Semmi. Itt vannak telefonok. Régi újságok. Uh-huh. 2008. Az utolsó év az melyik lehetett szerinted? 2009 körül mondanám. 2008-9 környékén zárhatott be. Na, nézzük még egy szobát megfele. Hát ez egy nagyobb szoba volt. 1, 2, 3, 4 ilyen konnektor sziget, szóval itt 4 ágy volt. Ezt találtam most ki. De a bútor szép, nézd meg. Bútor? Ja. Hát igazából 10 év telt el úgy, hogy ezt nem olyan régen törhették fel. Nem? Úgy néz ki. 1-2 éve maximum. Tehát körülnézel, látsz egy darab graffitit is valahol? Nem. Vagy valamit? Abszolút. Összeszórva? Semmit. Tök hangulatos. Uh-huh. Viszont ez volt a kajáda. Ugye? Előbb néztem, szerintem igen. Aha. Igen, igen, ez meg a konyhai rész. Igen. De jó! Ez lehet tépkedni. Mit voh? Donnerstag. Dienstag. Freitag. Montag. 2008. szeptember. 29.
hétfői nap. Látod? Érdekes. Kisbaba. Vajon egy idősek otthonában mit csinált? Baba. Biztos voltak látogatók. Igen. Volt ilyen gyereksziget, gondolom, hogy bejöttek és vigyáztak addig a gyerekekre. Erre is tudok tippelni. Hát ekkora volt ugye a konyha, ami magába foglalt szerintem egy ilyen 6-7-8-9 asztalt. Tehát nem volt. Nem a konyha, hanem az étkező része a konyha, meg szerintem ez volt. Ja, minden szinten volt? Ja, az lehetséges, ja. Mert amit láttam, és érdekes, hogy konyha itt nincsen. Lent. Ja, hogy lent van konyha, aha. Tehát akkor itt alapból volt konyha, csak ez volt az étkező minden szintnek. Aha. Na, tehát akkor van konyha, itt főztek, tehát nem hozatták a kaját, ugye ez a fő nyomozásomnak a fő oka ez volt. Ez mennyire jó egyben van már, gyerekek? Ott van, egyszerre kettő gyula is, látod? Egy, kettő. Ó, kettő van belőlem. Az milyen komoly, nem? Ő az Urbex, ő meg a gyula. Ezzel innen nem fogunk. Hoppá, ezt figyeld. És nézzük ki az ablakon. Ez meg itt benn van a kulcs. Akkor nem lehet kinyitni. Ja, meg gondolom, ez nem is ehhez tartozik szerintem. Ja, ez ilyen kis imádkozó helyiség, nem tudom pontosan mi ennek a neve. Ja, azt a rohadt élet. Aha. Fú, de baró. Ha fullos a kégli, az biztos. Fú, hát most hamar lelőttük a poént, amúgy. Itt igazából ez ilyen helyiség azért van, hogyha esetleg lent tele van, akkor ide ülhetnek fel. Vagy vippáholy volt. Hát ez elég fullos a kégli. Na szóval akkor nézzük meg, hogy van még egyet feljebb? Van még egy szint feljebb, ugye? Hát akkor menjünk föl. Egyelőre még a templom szerintem megvár minket. Van egy olyan érzésem, abszolút meg fog várni. Na, én felmennék. Hát, ha lesz valami. Ami akármi. Aha. Ez tényleg fullos kégli, hallod? Tehát itt nagyon durva. Ez meg ilyen, látod, ilyen kakilószék, vagy ez mi akar lenni? Az ugye? Hát ő idősek otthonai. Igen. Ilyet már láttam Ausztriában. Nézzük arra fel. WC, az megvan. Jó mutat. Ez annyira fullos, hogy... Nézd meg. Várjál. Tehát ez igazából el van hagyatva maga az épület, de annyira új és érintetlen, hogy az a nagyon urbexes, elhagyatottságú érzés, az úgy kicsit most így nincsen meg szerintem, hogy ilyen málóvakola, stb. Ugye? De mégis el van hagyatva. Mert azért látjátok, tehát így meg tudom mutatni, hogy azért vannak bent ilyen patkányok vannak itt, meg mászkálnak be, meg a levelek vannak, tehát el van hagyatva, látszik, de annyira érintetlen, hogy egészen elképesztő. Mindenhol benne a kulcs. És nem is mondanám, hogy everything left behind, mert ilyen nincs minden hátrahagyva, viszont eléggé untouched, érintetlen. Nézd meg! A tévének. Uh-huh. Eurosport, RTL, UK Living, milyen Ausztriák, milyen adások voltak. Uh-huh. Elég sok. Meg egy, ez mi kenyéri tagasztó? Ez mi a rák? Ja nem, ez ilyen por tisztító, ilyen por tisztító. Levegőszűrő, levegőtisztító. Itt látom, hogy azért kipakoltak egy néhány dolgot. Például, nézd meg. Jugend,
Lindelkrantz. Ezeket szerintem itt énekelhették, hiszed nekem? Uh-huh. Alfred Koppenrand. Szóval itt elkezdték összegyűjteni a dolgokat. Hú. Na, tessék! Parancsolj! Nem azt mondtad, hogy fáj a térded? Látom. Próbáld ki. Hát, ha jó. Ez szerintem kicsi. Bimbi. A régi kazetták. Hú, bakker. 1981 Gehört. Gehören zibitte. Hallgató. Gehören, nem? Aha. Na milyen porcelán van itt, nézzük meg. Ú, de jó, nézd meg, figyelj. Ezt leszök csak. Hát ez lehet, hogy német vagy osztrák. Tehát a videokazetta. Aha. Hát gondolom a tévé ez már nincsen meg. Na, játszottak az idősek, látod? Uh-huh. Kockáztak. Kocka. Tök jó. Urbex Gyula mondotta vala, a kocka el van vetve. Hát ez nem az. Ez nem az, amit láttunk. Nem. Ez egy kép, igen. Ez abszolút nem. Triol. Nem dobok a fejlődő. De cuki! Biztos ezzel mérték ki a lisztet. Ja. Uh-huh. Hát kapsz egy ilyen 420 deka infúziót, mit szólsz hozzá. Többet nem, mert ugye másnak is kell. Hát ez meg ilyen bokarögzítő. Tehát vannak itt dolgok, ugye, de legtöbbjüket ugye elvitték. És a videókazettának adtok ki a... Ja, bocs, meg ez mind könyv, látod, amin lépkedek. De ezek miért vannak ide szorva egy szoba elé? Mert ugye ez egy szoba. Látod, hogy itt még utoljára valaki... Ó, azt a k***a. Már bocsánat. Már bocsánat. Hallod? Nem lehet, hogy ez volt a templom egere? Mi? Nem lehet, hogy ez volt a templom egere? A híres templom egere? Nem lehet. Ez egy patkány amúgy. Potykány. Ha, de potykant jobban félek, mint az egertel. De ez nem most halt meg. De van itt irodalom elég. Most minden szobában nem megyünk be, de egy fürdőt megnéznék. Bád. Badevanne. Aha. Hú, hát a WC-t ezt most kihagyjuk szerintem. Na menjünk még egyet föl? Menjünk. Utolsó szint, ugye? Ezek a tipikus ilyen kórházi ajtók. Most nem? Olyan. Várj, ez mi volt? Ez valami raktár. Szerűségnek néz ki. Fürdő. Aha. Szerintem itt bent törölközök meg ilyenek voltak ilyen tisztálkodó szerek, de érdekes, hogy az összes ajtóban benne a kulcs, basszus. Nem az összesben, de a legtöbb. Hát ez érintetlen. Lehet, hogy volt valami kulcs tartó, az valaki kiszedte és... Ja. És a tetőtér. Tök jó. Ez is milyen jó megmaradt. Uh-huh. Jó, azért mert kezd a fal repedezni, látszódik, hogy nem használták, de egybe van. És
ki is tudott nézni itt az illető, hogyha esetleg arra támad kedve. Mellettem már lakóházak vannak. Mi? Kint? Nem, az a szél volt. Mint a hangokat hallottam volna. Majd szólnak. Ennek a végére. Aha, na, ott már azért kezdett a vakolat beomlani. Hát ez igazából penész. Akkor mégiscsak beázik az épület. Jó, találta a Rubex feelinget. Ja. Na, nekem ez a sarok a kedvencem eddig. Itt van egy kis Rubex feeling. Nem azért mondtam, hanem például ezt összehasonlítani mondjuk egy mindent hátrahagyva részsel, vagy ilyen régi parasztházakba, miket találni, órát meg pénzt, azért az mindeket Urbex, de tök más igen. Stílus. Itt meg ugye van egy erké, amit szerintem most kihagyok, vagy kimenjek. Nyitva? Aha. Ja, nincs nyitva. De igazából csak azt fel kell húzni. Azt, de... Szerintem hadd kinézd meg, milyen állapotban van. Á, be is van szorulva. Majd igazából látszódik. Ennyi. Beszorult. Ott szembe pedig... Hát ez a legfúdosabb kéró. Aha. Azt a rohadt élet. Az vannak olyan helyzetek, amikor nagyon sokat urbexelünk egy nap. 3, 4, akár 5 célpontunk is van, és van egy ilyen hely, és van egy kis időnk, akkor Urbex Gyula azt csinálja, hogy egy kicsit sziasztázik, 10 percre ledől, derekát fájlalja. Tehát ilyen 10 perc múlva ébresz fel, jó? Jó, oké. Okay. Ébresz fel, mielőtt elmész. Oké. Okay. Kocsi kócsok nálad? Gyula, 10 perc letelt. Alszok, hagyjam. Na jó, menjünk tovább. Gyere. Mi az? Lehet, hogy nem vagyunk egyedül. Lehet. Ja, közben amúgy itt a lift, mehetünk lefele. Doktor úr, akkor első emelet jó az? Lehet. Jó. Csengőszendet szólna? Azon kérve, hogy 6 personen. Acht. Ezek szerinted 6-an? Hát hogyan? Ne viccelj már, hát ez egy. Mi az konzerv? Tudja, hogy nem félel, itt 6 ember. Baujár, építési év 1967 per 1992. Szerintem akkor újították fel, azért ez nem 67-es lift. Ez milyen szoba? Fúj, azt láttad te? Azt hittem, hogy csirkecom be össze. Szerintem feltudom azt. De vasaló még megvan, tök jó. Lehet, hogy ez pont ilyen vasaló szoba lehetett? Vagy ebéd jó. Hát, ez kicsi ahhoz, bár ezen a szinten nem találtunk ebédlőt. No, hát, akkor nem szekvények lennének. Aha, itt meg a padlástér. Annyira fullosan ki van pucolva. Aha, itt ilyen régebbi szekrények vannak, látod? De milyen rohadt jók. Látod? De külön faragott fa. Aha, meg egy pár ilyen pad a kápolnából. Meg egy üzenet. Chris Bauer
Fügel Goli Gold. Gold. Hogy hozza vissza a fügel az aranyát. Már ellopta. Te ides fejletlen ezt vágod? Imádom az ilyet, mindenhol felmegyek. Megvászlen? Kicsit Miranda kastély feelingem van. Hú, ez tök jó. Kémény. Itt jó meleg van. Itt tök jó meleg van. Ha? Ott a harang? Nem, az a... Az ablakból látszódott, nem láttad? Aha. Első szinten volt, vagy most tudom. Hát errefele már meg nincsen semmi. Itt is ilyen raktár részek voltak. Lakat kinyitva. Régi szekrények. Ilyen kicsi lépcsőket, basszus. Ruhaszállító. Na, szerintem akkor mehet a templom rész. Mehet. Nyomjuk. Nyomunk egy szentmisét. Szentmisét, nyomunk egyet. Na, én is nyomok egy lámpát, mert ezért kell. Először nézzünk el errefele. Mert kukák még azért vannak. Öltank. Öltank. Aha! Olajtartály. Hú-hú. Az igen. Hú-hú. Azért mondom, mi ez a rohadt nagy olajszag? Ez kicsit komoly. Ez csak egy igen kicsit komoly. Hű. Az igen. Olajtartály, és rá is van írva. És be is lehet zárni. Ó! Oh. Figyelj, mekkora pókháló. De ez basszus, ez kötél. Nem? Ez kötél. Húzd le a fejed, fennakadsz, meghalsz. De szép kulcsa van. Ezzel fogunk fent kimászni. Azt nézd meg, milyen durva. Az avar konkrétan a fél ablakot ellepi. Azért ez is mutatja, hogy ezt nem ma használták, és nem is mostanában. Szóval vannak itt urbexes nyomok. Ez valami, ez mosoda lehetett. Hát tudod? Aha, az. Ez szerintem ez mosoda volt. Erre abból jöttem rá, hogy itt egy mosógép. Azért tudok valamit, nem? Tula, szerintem ez csavarógép. Vagy ebbe tartották a pénzt. Pénzmosógép. Aha. Ez az. Igen. Vasmasíne. Vasmasíne, grósz, tűr, stb. Na, hát pont nemrég volt Halloween. Na, Halloween. Halloween, ezen gondolnak ránk is. Halloween vagy Halloween? Halloween. Hát itt is valami raktár. Látod, szerű volt. Ez ennyi. Ott egy szék. Egy ilyen vallatószék. Na, én arra szavazok, hogy nézzük meg a templomot. Menjünk. Szavazok meg, én arra szavazok. Azt sem tudod, hogy miért van szó. De megszavaztam. Megszavaztam. Igazi szavazópolgár. Igaz. Csinál meg egyszer. Ez a Martin. Jó, hogy van fény. Érdekes, mert a telefonvonal nem volt. Tehát itt van áram. Na, hát akkor nézzük meg. Lát a nap alól, nem egy lasz fejnyi szívei. Erre kíváncsi leszek. Itt is vannak ilyen, nézd meg. Konyha, ez volt semmi. Ja, ez volt a konyha, aha. Ö,
Valószínűleg igen. Aha. Úgy néz ki. Hát ilyen gépek láttak itt, ja. Az utolsó fémtányér. Fémtál. Mi a különbség a véletlen és a fémtál között? Véletlen és a fémtál között. Megtörik el hamarabb? Nem, hát ugye a véletlen lehet fatális. Aha. Gázlejtung. Ez a gázcsap. Hát akkor itt voltak középen a sütők, gondolom. Ezt ennyi. Szintén, látod? Szintén 2008. szeptember. Tehát akkor... 2008. szeptember. Az időpontunk az megvan, ja. Ja, erre is tud menni, ugye? Aha. Ja. És van neki mozgássérült feljárója is. Ó! Oh, ez mi? Ez a helyiség vágott, hogy mi? Ez a papnak a helyisége. Sekrestje, nem tudom, hát én ezt nem tudom, nem vagyok Sekrestje. Ott vallási dolgokban, de ez brutális. Még megy is. Nem. Nem megy. Szeve. De nincs benne nálam. Nem tudom. Dugrószergott a te nagyisten. Vagy a legnagyobb isten. De, és ezeket énekelték itt, nem? Uh-huh. De durva. És ez a hatalmas nagy gyertya. Na, látod? És ott van a Benedikt. A 16. De durva. A, és a Biblia, ami az elengedhetetlen Biblia. Látod? De durva. Hát ennek sem tudom, milyen neve, de tudod, ez a Szent Lett víz volt benne, ugye? Mirha, nem vagy mi? Hú, én nem tudom. Szlovakot tudom. Ehhez én tényleg nem értek. Na mi? Kagyidlo, nem? Ja, kagyidlo, észre. Én nem tudom, az a baj. Tehát én az ilyen dolgokban nem vagyok otthon. De nagyon tetszik. Ez a rohadt nagy gyertya. Válasz. Ez mind valaminek a kulcsa. De jó. Ez egy ilyen régebbi, nézd meg, nem tudod? 2007-ben halt meg. Uh-huh. Lehet, hogy ő is valakinek a valaki, vagy így dolgozhatott. Vagy lehet, hogy ő érte volt Mise. Legutóbb lehet. Mármint, hogy... Igen. Már szok az is lenni, nem? Temetés után. Érdekes. Na és most jön a lényeg, itt van velünk szemben. Nekem nagyon tetszik. Várjál, itt van az a kapcsolótábla, amin be lehet állítani azt, hogy... Mikor harangozom. De konkrétan ez működik, és ott várja a kódot. Igen. Hogy mikor harangozzon, és most ez van... Gyula? Most lesz egy óra. Ez itt világít. Nézd most. Várja. Nem semmi. Nekem tetszik, aha. És nem is olyan kicsi, tehát nem ilyen kis kápolna feeling, hanem azért elég nagy. Azért ez nem semmi. Itt ez a gyertya eloltó, nem tudom pontosan, lehet, hogy basszus. Szerintem lámpa se kell most már. Ezért? Aha, ez azt a... tudod, mire van? Hát a gyertyát el kell oltani. Nem. Akkor kezd a Mise. Ja! Ja, mert a gyertya elótó is ilyen négyes, amikor ráteszed. Hát igen. Ja. Aha. Értem. Aha. Hát ez nem semmi. Jézus. És most nézd meg, hogy mennyire egybe van, tehát... Igen. Akik be is jöttek ide... Nem rongál. Igen, hogy nem abból a szándékból mondjuk, ott kicsit, mint a ki lenne égve az a rész, látod? Lehet, hogy gyertya, de inkább gyertya, ja. Tehát nézd meg, itt minden itt van, kivétel egy képet, az összes kép itt fenn megvan. Nincs egy darab graffiti se. Látod, ott voltunk az előbb fent, ugye? Másikban nem mentünk be?
Ja, az volt lezárva. Igen, igen, az volt lezárva. Az volt lezárva egyik. Hát ez durva. Itt amúgy mi szokott benne lenni szerinted? Ostrák. Ja, itt szoktam benne ostrák, aha. Egy, kettő, az nem működik, külön be kell kapcsolni. És itt is van egy füzet kinyitva. Hát ez nem semmi halban. Ez nagyon tetszik. Mondjuk ott egy gyertyám a széllyel van szadulva. Itt ültek lent. Ha ez már össze van, látod? Hát Dula, szerintem néhány működő templom nincs ilyen jó állapotban, mint ez. Ja, hát ez... Hát ezen a 10 év nem látszik meg, az biztos. És még egy szék is itt van, egy ilyen mozgássérült szék. És még ezt is be lehet kapcsolni. Jó, de ez ilyen elektromos. Aha. Én a Dalvaj kosztule. Még lámpa is van. Nem, az nincs. Ez egy. A szokolyó pálról kilapadni lesz. Hát ez nem semmi, hallod? És itt is érintetlenül áll az összes ilyen. Szerintem ezeket játszhatták ezeken az orgonán, lehet? Szerinted? Ennek kíváncsi leszek. Aha, kották. Mariam messe, ez a Mária óda, vagy nem is tudom. Egész elképesztő. Az összes, amit itt játszottak valaha ezen, az itt megtalálható ebben a szekrénybe. Aha, itt is Dubisdu, Mária. Nézzük meg ezt. Aha. Látod? Egybe kollektivizálva. Tök jó. Aha, elektromos orgona, modell. 80 watt. Hát ez valami újszerű dolog, tehát ez nem egy ilyen régi féle stílus. Itt mik lehetnek? De itt tiszta pokháló az egész, látod? Na akkor Urbex Gyula kipróbálja az orgonát. Amúgy láttam ilyet, nem olyan köszönni a névőben. Nézd meg! Ah, tehát itt leültem ide, és a lábam alatt is van ilyen. Ezt találtam ki. Na, ez nem semmi, hogy ez is itt maradt, és működik, és még áram is van a helyen, és érintetlen, és konkrétan ez egy olyan templom, ahova holnap már lehet jönni misét tartani. Igen. Csak mivel nagyon kicsi faluban van, ezért nyilván igény nincsen rá. Itt lehetőség van, csak igény nincsen rá. Tetszik.
Amikor beléptünk az épülethez csatolt hatalmas kápolnába, nem hittünk a szemünknek. Az egész helyiség érintetlen, sőt úgy néz ki, mintha tegnap használták volna. Megjegyzem, kicsit gyanús is volt nekem, hogy szinte egy porszem nem volt sehol, mindenhol volt áram, és még a mikrofon, de még az orgona is működött. És nem is álltunk olyan messze a valóságtól, ugyanis Márszállító barátom kiderítette, hogy az épület kápolnájában napjainkban is szoktak istentiszteletet tartani. Ennyi lett volna az elhagyott templomról és idősek otthonáról szóló videó, remélem tetszett, ha tetszett, kövessetek be Instán, segítőm pedig a kamera mögött a Márszállító volt, most pedig menjetek békébe. Hagyjuk.